Gyönyörűen feldíszített májusfa várta a polgármestert a Szabadhegyi 2-es számú tó partján. A szép környezetben sokan töltik a szabad idejüket. A gyönyörű környezet vonzó, de bizony ráfér a fejlesztés, mondta híradónknak a város első embere. Szabadhegyen nagyon sok a tennivaló, és Példi Margó lesz a Fidesz jelöltje, akinek számtalan jobbnál jobb és újabb ötletei vannak. Itt van egy sportpálya a területen, a tó mellett, amit fel fogunk újítani. Ez bele is került a 24 pontos programjaim közé, amik a polgármesteri program része. És hát nyilván a Zöld Győr egyébként ez a terület annak ellenére, hogy panelokkal építették és egy lakótelepnek épült, azt lehet mondani, hogy Győr városában az egyik legzöldebb terület. Amikor kijött ide az ember és hogy miért cippantott a levegőbe, akkor olyan volt, mintha nyáron nyaralnánk valahol. Úgyhogy nagyon kellemes, mindenkit arra biztatok, hogy jöjjenek ki és pihenjenek itt a padokon, lehet sétálni, többen kutyákat sétáltatnak, és az ígéret az, hogy mindenképpen egy éven belül fel fogjuk újítani ezt a pályát, egy rekordtámborítású pályát fogunk tenni. És a meghújódásnak a jelkép egyébként május 1-én, ez a májusfa, amit képviselőasszony ötlete alapján állítottunk, és szeretnénk azt, hogy egy kicsit még dinamikusabban fejlődne ez a körzet, és egy kicsit jobb gazdája lenne, mint eddig a körzetnek, úgyhogy szerintem egy hölgy személyében ez garantált. A májusfa állítás a Szabadhegyen élő Prédl Margit ötlete volt, aki azt mondta, a hagyományőrzés és a közösségépítés volt a cél az akcióval. Faluhelyen azoknak a lányoknak állítottak májusfát, akiknek volt udvarlója, ezért éjszaka a fiúk csapatokba verődve a lányházánál a kerítéshez erősítették ezt a szépen feldíszített fát. Arra gondoltam, hogy ezt a hagyományt folytassuk. Vannak olyan települések, ahol közösségi májusfát állítanak, és hát ez van itt nálunk is Szabadhegyen. Szeretnék mindent megtenni azért, hogy ez a városrész fejlődjön, és közösséget építeni, hogy az itt lakók érezzék azt, hogy együtt vagyunk, összejövünk és örülünk annak, amit meg tudunk valósítani. A polgármester és a képviselő jelölt egyetértettek abban, valóban szép a 2-es tó és annak környezete, de rengeteg kihasználatlan lehetőség is rejlik benne. A jövőbeli cél pedig ezek minél hatékonyabb kihasználása lesz Szabadhegyen.